A csőtesóim, először is szeretném megköszönni nektek a 10.000 feliratkozót. Minden egyes feliratkozómat nagyon puszilom. Mindannyian a tesóim vagytok, és tényleg nagyon köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok nektek, nem hittem valaha lesz 10.000 feliratkozóm YouTube-on, ez így ilyen mind-blowing. Na mindegy, igazából jelenleg hajnali 4 van, nem adtam semmit, és nem is vagyok fáradt. De a mai napon elég sok dolgunk lesz, mert nem tudom, el kell menni majd csináltatni új szemüveget, akkor ugye ma kapom a második vakcinaoltást, meg majd ígérem, szusizunk egyet együtt, úgyhogy készítsétek a kajátokat, és mehet a buli. Úgyhogy ha érdekel titeket a vlog, akkor tartsatok velem. Igazából így most így random így felkeltem, mert eddig tök fáradt voltam, meg csak így feküdtem az ágyban. De nem tudom igazából, hogy most aludni fogok-e, vagy nem. Hogyha alszom, hogyha véletlenül bealszom, akkor jelentkezem, majd hogyha felébredtem. Hogyha meg nem, akkor is jelentkezem majd valamikor. Na mindegy. Na, értitek? Na. Bocs. Na, pusz. Nyilván bealudtam, most van 12 óra. 3-ra kell oda mennem a csodás helyiségrehez, hogy belém nyomják azt a kis tűt, bocsi. De ott egy gyors elugra márkád. Mondom, új szemcsit nézni, meg kell vennem új setting sprayt, úgyhogy most kávé SOS. Szerintem majd oltás után szusizom, amikor nem tudom, úgyis szarul leszek, mert az első után is szarul lettem. És majd itt az ágyamban így fogom itt adni magamban a susit így. Úgyhogy, ja, gyorsan fogat mosok, arcot, átöltözöm és jöhet a kávé. Meglepetés, ez az outfit lesz rajtam, mert mondom, milyen bulám van? Mert túl bomba és kényelmes. Amúgy azt hiszem a vlog elején, nem tudom, mert nem emlékszem, hogy mit vettem fel intrónak. De azt hiszem azt mondtam, hogy nagyon sok dolgunk lesz ma. És rájöttem, hogy kurvára semmi dolgunk nincs. Csak tényleg elmenni nézni egy új szemüveget. Meg az oltás, ennyi kell. Bomba. Istenem, nincs kedvem semmihez, nincs kedvem. Itthon akarok feküdni, és fogadjunk, hogy mert az első vakcinaoltás után olyan szarul lettem, tesóim, így néztem, hogy mondom, ez most mi a rák? Mi van velem? Mert random lázas is lettem, meg így le volt pusztulva a testem. Kíváncsi vagyok most a második oltás után mi lesz, mert elvileg a második durvább, szóval... Nagyon jó nekem. Ja, amúgy be akartam ugrani még a diákomért is az egyetemre. De nincs kedvem, hogyha hamarabb keltem volna fel, mert mondjuk állítottam 10-re ébresztőt, de valószínűleg kinyomtam, mert... Ki a fasz maradt fent hajnali 5-ig csak úgy, mert nem fáradt. Érzem, hogy ez a kávé nagyon kopogtat már alul. Emberi szükséglet. Mi? Igen. Nem vagyok buta! Nem vagyok buta. Jó? Létfontosságú eleme az emberi létnek. Igen. Jó! Mindegy. Értitek, amit mondani akarok. Na kinek lett megint igaza? Csak nem nekem, de mint mindig. Mert úgy voltam, hogy jaj, de jó, ma lesz egy kis program, akkor ez az ilyen 10K-s videó, hogy megköszönjem nektek, meg ilyenek. De mint mindig, szokásosan semmihez sincs kedvem. Csak ki tudom feküdni, meg kajálni, meg... Nem tudom,
veletek így dumálgatni. Na jó van, végeztem is. 7 perc a busz, úgyhogy indulás! Bocs, próbálok úgy tenni, mint hogyha most ez egy nagyon izgalmas vlog lenne, és én is izgatott lennék, de tehát semmihez sincs kedvem, tesóim. És sajnálom, hogy mindig ilyen vagyok, de remélem, hogy élvezitek ezt nézni. Meg, hogy ti is tudtok velem együtt érezni. Ha valamit kötelező, akkor ahhoz nincs kedved. Érted? Nem baj, YOLO. Ez a mottom, mondom, YOLO. Nyugi, ilyenkor én sem tudom, hogy mi a faszról beszélek. Na, meg is érkeztem Árkádba. Új, baszolt. Mi ez az időjárás? Téli kabátban vagyok konkrétan, mert úgy fázom. Remegek, mint a nyárfa levél. Én ezt nem bírom. Tegnap izé sütött a sunshine. Van meg izé esik ez a faszom víz az égből. Önti a jó Isten a vizet. Milyen szólok természet anyának, hogy azonnal lehet leállni a asszony. Milyen szuka. Ne, amúgy szeretek természet anya, létsz, hogy csinál jó időt, mert kb. Egy hét is nyár, úgyhogy jó lenne, hogyha kezdenél magaddal valamit, köszi! Ja, amúgy néha megfeledkezem, hogy publicban vlogolok, és ja, előbb is így üvöltöztem ezt a kurva anyát, természet anya, és így a természetemben így minden, így körülöttem lévő emberek így mindig rám néztek, és így néznek ilyenkor mindig, mert ugye ja, hogyha hogyha Los Angelesben lennénk, vagy ilyenek, akkor tök természetes lenne, hogyha mondjuk még ezt is rácsatolnám, jaj, ez be van kapcsolva, mondjuk ha még ezt is rácsatolnám, és így mennék az utcán, de itt meg így kell, mert mindenki judgingol, amúgy leszarom, megyek. Hú, de izgi, végre új szemüveg. Mostani amúgy már 4 éves. Ez tökre tetszik, mert ilyen arany, meg blablabla. Ja, ez az ilyen fajták tetszenek igazából, ehhez nem tetszik, fúj. Hess. Ja, de az ilyesmit tetszenek. De ó, felpróbálom ezt is. Nem köszi. Ja, szerintem ez lesz, ez tetszik. Luxi, meg minden. Ja, jó ez, jó lesz ez. Ja, most épp várnom kell az ember, aki a szemészre, aki megvizsgálja a szememet, mert amúgy szerintem kurvára romlott a szemem, mint egy rosszabb lett. Azt kell, ja, fun fact amúgy, az egyik szememmel közelre, a másikkal meg távolra látok. Hihihi. Ezért vagyok kancsal néha, vagy hogy mindig, vagy hogy legtöbbször, nem tudom, észrevettétek-e már, de amúgy kancsal vagyok, és ezt már kiskoromban is voltunk orvosnál, hogy mi a faszért vok kancsal. Szüleim elvittek, hogy a gyerekem még kancsal. Aztán kiderült, hogy hál' Istennek ilyen csodás szemekkel áldott meg a jó Isten. Nagyon tetszik ez a szemüveg, nagyon bomba. De jó, bátyám most írt, hogy el tud vinni a házi orvos az oltásra. Úristen, de jó. Akkor lehet, hogy be tudok ugrani a diákomére az egyetemre. Aztán utána vissza ide. Ez mennyi idő, úristen. De le akarom rendezni, mert most próbálom rászoktatni magam arra, hogy ne halogassak dolgokat. Ne halogassak. Azért nem tudok ma beszélni, bocs. Szóval ne halogassak dolgokat. Mert akkor csak gyűlni fog folyamatosan, és minden, ugye, nem tudom, értitek? Úgyhogy most próbálok nem halogatni dolgokat, úgyhogy attól függ, hogy ezzel mikor végzek, és akkor megpróbálok a diákomért is elmenni. Na, végeztem is a vizsgálattal, hál' Istennek romlott a szemem. Meglepő. Mutatta számokat, azt így néztem oda. Nem tudom, igazából ott az első sorban az utolsó kettő az 2 és 7. Meg ilyenek. Meg geci, százszor megvilágította a szememet. Mondom, dik, az kék a retinám, tesó.
Hú, kész. Mint hogy nincs kész, hanem majd egy ilyen 6 nap múlva jön meg a lencse, mert ilyen hiper, szuper, mega, nem tudom, kékfény, szűrős lencsét kértem, tudjátok, mert ugye telefon meg laptop függő vagyok, aztán mondom, akkor legyen már kékfény, mert legalább így kevésbé fárad a szemem, vagy valami ilyesmi, mert magyarázott a nő. Mondom, 3000-rel drágább, mondom, jó, hát legyen. YOLO, nagy lábon élünk. Ez vagyok. Úgyhogy elzorok most egyetemre a diákomért. Na, mégis milyen produktív vagyok ma. Mondjuk igazából, nem tudom eldönteni, hogy sushit akarok enni, vagy Burger Kinget, mert nagyon rég ettem Burger Kinget, de az a baj, hogy mindjárt május vége van, és én már kb. Május vége van, és ugye ez az 1+1 akció csak addig tart. Semmi szponzor neked, nem pincér. Mondjuk szponzorálhatnátok már ezen a szinten, mindegy. Na jó, legyen sushi. És itt volt két tini, és olyan kínosan érzem magam. Mert ugye nincsen magyar, itt Budapesten sok vlogger. Ezt még mi lenne, hogyha nem is telefonnal mennék, hanem kamerával, Jesus. Na mindegy. Most jött oda hazám egy tök cuksi csaj. Mondta, hogy nagyon szeretje a videóimat, meg ilyenek, mert ősztől jöttünk ugyanazzal a buszlapon. És akkor tök jól eldumcsiztunk, nagyon aranyos volt, úgyhogy innen puszikállak. Ja, úgyhogy most már egyetem felé rohanok. Úristen, november óta nem voltam bent az egyetemen. Jesus! Amúgy ez egy elég burzsúly környék, már nem azért. Hát igen. Luxus férfinak, luxus... Nem tudom mi, ez környék. Bár várjatok meg, amíg meglátjátok az egyetem kampuszát. Az egy... mindegy. Majd maga, majd a videó beszél magától. Hát... ja, itt a kampuszunk. Fullos, mi? Nagyon luxus. Pont beleilleszkedik ebbe a luxus környezetbe. Persze, hogy a hátsó ajtó zárva volt. Úgyhogy most még előre kell mennem. Amúgy előről tök luxin néz ki, mindjárt mutatom. Na, itt van előről az egyetem. Nem is olyan csöves, olyan, mint egy múzeum. Ah, Isten, mennyit kell sétálnom, mire már most elfáradtam, nem vagyok hozzászokva ehhez a teljes mozgáshoz. Sziszi! Jaj, random, tök sok ázsiai lettem, és tudtam, hogy a BG az ilyen gyűlés nekünk. Majd kerüljek már sorra, már elegem van. Csak otthon akarok enni. Enni? Ja, igen. Otthon akarok lenni és enni. Ez a lenni és enninek az egybe... Akkor mindegy, semmi. Az a lényeg, hogy szeretnék otthon lenni már oltás után és kajálni. Na végre sorra kerültem. Na most lett kész a... És én most vettem át az igazolványt, az új diákomat, így november után. Még már egy éve amúgy ide járok erre az egyetemre. Úgyhogy búcsút kell intenünk, 8 évig velem volt. 8 évig használtam a régi diákomat. Nézzétek, hogy néztem ki, sírok. Na jó. Milyen kis cuki voltam. Úgyhogy most rohanás haza van. Rohanás van haza. Na jó, bátyám félrerendelt haza. És BKV-val kurvára nem érnék oda félre, úgyhogy taxizunk! Yeah, költsük a pénzt még, nem elég, hogy ma vettünk új szemveget. Nem elég, hogy most rendeltük meg a júniusi ebáltyút, nem baj. Nyugodtan, ha kell, akkor nyugodtan tekerd le az ablakot. Ja, jó, rendben, köszönöm szépen. Köszönöm szépen! Igen, köszönöm! Viszlát! Na, zsaoltás! Bátyám eldob! Na, bátyus ki is dobott! Úgyhogy... zsatar oltásért! Bazd meg! Már csak otthon akarok ma lenni és... Susíteni, nekem ez túl produktív ez a nap. Jaj, nem
remélem nem basztatok el. Ne basztatok el. De amúgy basztatok el. Ne basztatok el. Semmi. Én bekussolok. Sziasztok. Na, itt vagyok. Majd érkeztem. A rendelőbe. Csak most várakozunk az oltásra. Már 15 perce csak várok. Még mindig várok. Na, végre jövöttél. Na, megkaptam a másik oltásom, csak kijöttem kicsit levegőzni, mert nagyon melegen volt bent, meg minden. Nagyon bomba volt. Nem tudom, még nem érzek semmit, ugye, mivel most kaptam kb. 2 másodperce. Szóval, majd meglátjuk, hogy mennyire fogok szenvedni. Na jó, kijöttem, eleget vártam. Ja, mert most mondta az orvos, hogy még 15 percet várjunk, hát ha valami tünetünk lesz, vagy nem tudom. De már úgy voltam, vagy a tesómém, nem, biztos nem lesz semmi tünetem. Majd csak kezd zsibbadni kicsit a kezem, meg kezdek kicsit fáradni. Hál' Istennek, de jön értem a puci. Itt egy random ilyen játszótér, nem tudom. De lecsillelek. Amúgy kicsit sem para. Ilyen elhagyatott játszótér. Úristen, milyen menő lenne este. Amúgy nem, fix összeszarnám magam. Na jó, leülök egy padra. Úristen, kezdek fáradni. Úristen, kezd zsibbadni a között. Gyere már, apa, úristen, elfáradok és ilyen alok. Úristen. Még jó, hogy a kövi 2 napomba semmi nincs, mert amúgy vágod. Vágjátok. Amúgy nagyon be van telve konkrétan így június 16-áig a naptár, amit, ja, szóval így alig van időm találkozni emberekkel, mondjuk így is fogok találkozni emberekkel, mert beiktatok időt, mert mindig van időd arra, amire szeretnéd, hogy legyen. Nem tudom, hogy így van-e a mondás, de értitek, mindegy. Szóval, ja, igazából, ja, csak hogy lesz forgatás, meg jön fel Barim Egerből, mert mit, úristen, nem tudom ezt csinálni. Miért csináltam megint? Úristen, de ostoba vagyok. Nem mindegy, szóval, ja, szerintem most rendelek sushit. Na, meg is rendeltem a sushit, amíg apa értem nem jön. Jaj, megjött a puci. Szia, bó! Szia, apa! Mindig ilyen zenék mennek a kocsiban. A puci a sofőr, még se kövezetheti ezt a kocsit. Mekkora beat, mekkora drop. Na, végre hazaértem. Bedobtam egy mosást is. Úgyhogy most pihenek, amíg meg nem jön a sushim. De jó érzés, úristen, végre se álltam tovább a semmit, nézem Modern Childot, mindjárt megjön a sushim, istene, mert csak a védettségi kártyám kéne, meg, ja, és akkor kajak minden bomba lenne, de nem jön meg, nem, úristen, alig bírom, olyan, mint hogyha nem is az én kezem lenne, vagy nem tudom, olyan, mintha nem lenne bal kezem, nem mindegy. Legalább már védett vagyok. Védekezzetek, gyerekek. Love, sex, durex. Semmi szponzor. Juhú, megjött a kajám. Igen, ágyba fogom megenni, mert amúgy egyszerűen nincs kedvem asztalhoz ülni, meg lusta is vagyok. De hihihihihi. Hú, nyami. Ah, igen. Ez az. És Modern Család, yes-ek. Nincs is jobb, mint itt csillálni. Ezzel a tálcával kezdjük. Ezt félre rakjuk. Mert nem tudom, mi, mindegy, semmi. Semmi logika nincs ma az agyamba. Most kaptam oltást, mindjárt bealszom, konkrétan úgy lefáradtam. Ezt így bepuszilom, és ja. Ja, amúgy én mindig belekeverem a szójaszószba, a wasabit, nem tudom, hogy kinek hogy szokása.
És még szoktam wasabit rakni a sushimra, mert imádom a wasabit, és imádom, hogyha csíp és felmegy az orromba, mert... Oh, na igen, az az istenség jelképe. Nem tudom, ilyenkor össze-vissza beszélek. Ja, remélem ti is esztek most velem. Mert ha nem, akkor oda megyek, azt lekötözöm az összeset, és megetetlek titeket. Azonnal lehet enni velem, gyertek, együnk együtt. Cheers! De jó. Mondtam már, hogy imádom a sushit. Ja, tudjátok jól. Sushi a legjobb dolog a világon. Ti is halljátok az angyalokat? És wasabi borkásra. Még egy, belemártam még egy kis wasabiba. Meg a wasabi is. Szójaszósz. Yes. Felmegy az orromba. Ez az. Szerintem csodálatos. Nincsen ilyen jobb kaja a világon. Május 31-ig tart, úgyhogy muszáj. Ah, nem bírom tartani a fejem ezzel a kezemmel. Egész nap nem ettem semmit, és most ez annyira jól esik. El nem hiszitek. Ez a best kaja a világon. Best. Jesszek? Bocs srácok, de akárhányszor sushit eszem, én ilyen, ezt csinálom, ezt űzöm. De jó, mint hogy először ennék. Vagy megszoksz, vagy megszöksz. Jó wasabi is volt, Jesus. Sem megkönnyeztem. És amúgy veletek Mizu is. Jól el vagytok? Jól megy a suli? Nekem már csak egy vizsgám van. Utána nyár. Túl jó a sushi. Túl jó dolog. Nem bírom támasztani a fejem. Úristen, nagyon lezsibbadt ez a kezem. Bocs, hogy nem beszélek, de egyszerűen annyira jó végre enni. Annyira jó esik, mert tényleg egész nap nem ettem semmit, nem már fáradt is vagyok. Ucsó darab az első tálcából. Cheers! Yes, első tálca kipusztítva, elvégezve. Jó van, srácok, szerintem, hát nem szerintem, hanem most meg fogom enni a másik tálca sushit is, mert, ja, nem hagyunk sushit félbe. Max, ha te nagyon tele vagy, de én most még éhen pusztulok. Ez volt az előétel, aztán az lesz a főétel. Igazából szerintem nem fogok már semmit se csinálni, mert nagyon le vagyok pusztulva, meg fáradva, úgyhogy szerintem aludni fogok, meg modern családot nézni, meg este, hát igazából este szerintem semmi extrát nem fogok enni, max egy avokádós toastot, vagy ilyenek. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy 10 000-en itt vagytok velem, és nézitek a videóimat. És ja, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, meg írjátok le kommentbe a kedvenc sorozatotokat,
És aki még nincs feliratkozva, az iratkozzon fel. És a social médiámat pedig megtaláljátok a leírásban. Úgyhogy, ja, teli a kövi vidiben, ne csőtesók!